Sziasztok! Ahogy azt említettem, most az Amatka című regényről lesz szó. Ez a könyv hamarosan meg fog jelenni magyarul, úgyhogy amit most láttok, az egy premier kritika. És meg kell mondjam, hogy nagyon örülök annak, amiért az Athenaeum kiadó rendelkezésemre bocsátotta ezt a könyvet, mert ez az év eddigi legkellemesebb meglepetései közé tartozik számomra. Nem számítottam ugyanis arra, hogy ez a könyv ennyire erőteljes lesz. Na de miről is van szó? Bár a könyv a borítón disztópiának nevezi magát, szó sincs itt disztópiáról. Ez egy igenis szürrealista, New Weird kategóriába sorolható regény, mint például China Mayville vagy Jeff Vandermeer könyvei. Avagy nem lesz benne biztos, hogy tudod, hogy hol játszódik a cselekmény, nem lesz biztos benne, hogy milyen a zsánere, mert vegyül, sci-fi, fantasy, májkus, realizmus, szürrealizmus, ezek mind keverednek és valami nagyon érdekes eredjet hoznak ki. A történet egyébként igazából a történetből nagyon nehéz spoilerezni, de a kiadó fülszövege, ami a könyv hátulján található, már kb. A történet felét le is spoilerezi. Ebből kijön, hogy nem egy cselekménydús könyvről van szó. A történet főszereplője Vanya, aki egy kolóniáról utazik át egy másikba, ez az úgynevezett Amatka, ahol higiéniai felméréseket végez, hogy hogy a lakóknak milyen jellegű higiéniai eszközökre van szükségük. Miközben pedig végzi a felmérést, megismerkedik magával a várossal, annak történetével, kultúrájával, lakóival, és rájön arra, hogy itt valami rohadtó nem stimmel. Kutakodásai során elzár dokumentumokat, megkozmetikázott beszámolókat, és nem létezettnek nyilvánított területeket talál meg. Vanya tehát végig a tilosban mászkál, ugyanis a Amatkában erőteljes az elnyomó rezsim. Gyakorlatilag mindent, ami a közösség részéről nem elfogadható, új, azokat betiltják, az illetőket letartóztatják, és a többi, és a többi, amit egy tipikus diktatórikus rezsim tenne. Bár a regény nem disztópia, de határozottan olyan hangulata van. Én úgy képzeltem el a világát, hogy sötét, ködös, szürke, rozsda, rothadó világról van szó, mivel Amatka egy olyan világ, ami olyan kolónia, ami elutasítja a fejlődést. A lakók még mindig kb. 100 évvel visszamaradott technológiákat alkalmaznak, elmaradottak szinte minden tekintetben, és semmi kedvük nincsen változni. Amatka, mintha a lakókkal együtt megtagadta volna a fejlődést, és ezzel együtt a világ valóságát is, mintha megtagadta volna. Amatkát rengeteg rejtély lengi körbe, és érthető, hogy a főszereplő miért akar rájönni ezekre, de rengeteg esetben óva intik őt, hogy vigyázzon, mert tilosban járkál, és nagyon-nagyon nagyot hibázhat. Ahogy említettem, a regénynek sötét színekkel operál, én legalábbis úgy képzeltem el, depresszívos hangulatú mélyen, és a karaktere is olyanok egyébként, hogy ennek vannak alárendelve. Ez mindannyian egyszerű, szinte kidolgozatlan, alapvető jellemvonásokkal rendelkeznek, ami tökéletesen beleillik ebbe a diktatórikus világba, viszont épp ezért nem is kedvelhetőek igazából, nem rendelkeznek egyedi, nagyon sok egyedi vonással. Ők valószínűleg csak azért vannak, hogy magát, a Matkát úgymond visszaadják. A főszereplő itt ugyanis nem a karakterek, hanem a város és annak az atmoszférája, ami viszont bitangerős. Szinte minden egyes oldalban érzed a Matkának a sötét erejét, azt a igazi depressziós, lehúzós, kommunista, diktatórikus közeget, mintha csak egy orosz regényt olvasnék, kb. Annyira erősen érződik. Úgyhogy az írónőre gratulálok, mert nagyon jól hozta át a hangulatot, amit ilyenkor át kell. Viszont érdekes a könyvben az a történetvezetés. A történet maga nem hangzik egy nagy kunsznak, de ami megkülönbözteti a legtöbb ilyen jellegű könyvtől az, hogy ez a könyv jóval erőteljesebb szimbólumrendszerrel rendelkezik. Például a történet szempontjából lényeges részek egészen apró részletekben vannak elrejtve, és ezeket az olvasónak kell felfedeznie a könyv, ugyanis nem fogja a kezedet, és nem vágja a szádba, hogy na most akkor itt mi történik az oldalakon. Úgyhogy nem lineáris történetvezetéssel rendelkezik, hanem erőteljesen épít arra, hogy az olvasó az apró részleteket egytől egyik kiszúrja.
És szerintem épp ezért nem lesz egy olyan hűden nagy bestseller, mert aki ilyen jellegű könyveket ír és ad ki, az ne várjon kimagasló sikert. Mert ahogy mutatják a példák, a legtöbb olyan könyv, ami a mainstream könyv piacon indul, általában és ilyen jellegű összetettséggel rendelkezik, az esetek többségében kultkönyv lesz, de nem lesz sikeres, kimagaslóan sikeres könyv. Ami nagyon nagy kár lenne, mert az Amatka abszolút megéri, megéri a időt és a pénzt, amit ráfordíthat. A könyv rövid, és nincs annyi, nincs könnyen fogyasztható nyelvezete van, de a stílus, hogy meg van írva, az, hogy az olvasónak kell kiszúrnia a cselekményi szempontjából fontos részleteket, amik segítenek összeállítani a kirakós darabjait, az nagyon nem népszerű az olvasók körében. De az Amatka teljesen megérdemel minden elismerést és minden jó szót, én imádtam, de réteg könyv. Nem való mindenkinek, összetett, sötét hangulatú, a karaktergárdája sem a szimpatikus szereplőkről ismert, erőteljes párbeszédek ritkán hangzanak benne el. Az egész könyv lényegében az atmoszférára és a szimbolikára épít, de abban nagyon jó. Az Amatkát tehát azoknak az olvasóknak ajánlom, akik szeretnek egy kicsit összetettebb könyvet olvasni, szeretik a sötét, tónusú, depresszív hangvitelű történeteket, és kedvelik a szürrealizmust meg a szimbolizmust. Azonban ne olvasd el, ha ezek nem ér nem vonatkoznak rád, ha inkább a lineáris történetvezetésű sztorikat szereted, és azt, hogyha egy könyv boldogabb hangvitelű, kevésbé lehúzó, vagy éppen jóval cselekményesebb. Én ennyi voltam mára, jövő héten találkozunk, meglátjátok még, hogy mivel. Sziasztok! És olvasatok sokat!